és uraim, engedjék meg, hogy én is szóljak néhány szót. Készülve a rendezvényre, polgármester úr szólt arról, hogy vannak olyanok, akik dolgoznak a közjavára nap mint nap, és teszik ezt egy életen keresztül. Kevés alkalom van, amikor elismerés az útra. Én azt gondolom, hogy Mindszentváros képviselő testülete ezt teszi nap mint nap. Engedjék meg nekem, hogy mint Magyar Honvédség parancsnok a alpolgármester úrnak ezt a Magyar Honvédség plakettet átadjam, hát ha találok az önkormányzatnak falon egy helyet, ahol ezt. És hát polgármester úr mielőtt a rendezvény elkezdődött, arra kért, hogy mint Magyar Honvédség parancsnok, aki felel az ország védelméért, tegyem azt meg, hogy Mindszenten kezdődjön az ország védelme. Ezt nem tudom neki megígérni, de hogy legyen mivel ezt megtennie, mint polgármester. Azért kosúkoltott hadadjak át polgármester úr részletre. El lesz az, hogy a 18. század közepén Kossuth Lajos az Egyesült Államokban volt egy kőfont, ahol is a demokráciát, a közjavot, a közjót tanulmányozta. Látogatás emlékére egy pontot kapott, nem ezt a pontot hoztam, csak egy replikáját ennek a pontnak. Kérem, fogad el nagy szeretettel. Felkérem Korom Ferenc vezérezredes urat, a Magyar Honvédség parancsnokát, hogy tartsa meg köszönő beszédét. Inkább elmondom, nem tartom meg. A tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt mindszentiek, hölgyeim és uraim! Az ember a szülőföldjét nem választja. A szülőhelyét ugyanúgy, mint a szüleit, a gondviselőtől kapja. Ezért ahhoz különös tisztelettel és elkötelezettséggel kell viszonyulni. Már én nem vagyok Mindszentváros szülöttje, ezer szárral kötődöm a városhoz, hiszen annak idején itt kereszteltek meg nagyszüleim és a szüleim, és ez a város nagyban hozzájárult ahhoz, ahol most az életem tart. A Mindszentváros tiszteletbeli polgára kitüntető cím ünnepi átadása soha vissza nem térő alkalmat ad arra számomra, hogy ez a fontos város, számomra fontos városnak és annak minden polgárának köszönetet mondjak. Mindszent útravaló és megmegújuló biztatása nélkül nem ugyanazt az utat jártam volna be életem során. Meggyőződésem, hogy nem véletlen, hogy egész életemben a haza védelme érdekében tevékenykedem. Ez a tenni akarás innen ered, és a továbbiakban is ezért fogok dolgozni, hogy ezt a bizalmat megháláljam. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik tanítottak, legyen az család, vagy mindszenti ismerős. Ki a betűvetésre, ki a becsületes munkára, ki a közösséghez tartozás és az egymásért viselt felelősség fontosságát. Ki a tisztességre, ki a családi összetartozás és az egymásra figyelés kötelező parancsára. Nem szeretnék senkit sem 55 évnyi élettapasztalatom bölcsességeivel terhelni, de két gondolatot mindenképpen fontosnak tartok elmondani. Egyrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy honnan indultunk, honnan kaptuk meg azokat a stabil, morális értékeket, amelyekre személyiségünket, életünket építeni tudjuk. Másrészt nem lehet mindenki, ahogy polgármester úr is mondta, űrhajós, olimpiai bajnok,
nem lehet mindenkiből Nobel-díjas tudós, mint ahogy nem lehet mindenki világra szóló feltaláló, világhírű író, vagy éppen a Magyar Honvédség parancsnoka sem, én sem születtem annak. De egy dolgot bárki elérhet, mindenki lehet becsületes, sikeres és boldog ember. És ez a legfontosabb. Igen, mindenki lehet kiváló szakember, orvos, mérnök vagy sportoló. Egyetlen dolgot kell ehhez fejben tartani, mindenkinek mindig, mindenhol a saját képességei szerint a legjobbat kell nyújtania, és akkor kiérdemli szűkebb vagy tágabb közössége tiszteletét, megbecsülését és szeretetét. Ha így cselekszünk, a díj átadása nélkül is csupa-csupa tiszteletbeli polgára lesz Vincent városának. Ehhez kívánok minden megjelentnek, és Vincent valamennyi polgárának, hogy mi katonák fogalmazunk, erőt, egészséget, sikerekben gazdag, boldog magánéletet. Köszönöm megtisztelő figyelmet!